Sehol sincs olyan közel Isten az emberi szívhez, mint a börtönben. Igazából megtanultunk szeretni. Rengeteg csodát éltem meg itt bent, rengeteget, Isten kegyelméből. Sokkal gazdagabban megyek el, mint amikor bejöttem. Egy olyan önismereti tréning volt számomra az elmúlt 3,5 év, amire azt hiszem, hogy nagyon sokan áldoznak arra, hogy megismerjék saját magukat. Itt a környezet az sok mindent kihoz az emberből, és sok próbát tesz, és az Úr jelenlétében megmutatja az Úr, hogy miben kell változni, és hogy hogyan. De Istennek minden kivetelve van minden egyes emberre. 2016 óta vagyok börtönben, csalás miatt, gazdasági csalás miatt ülök. Még a büntetésemből kedvezni a szabadulásom, még van 59 nap. Jó reménységgel. Remélem, hogy akkor majd szabadulok. Mindenkinek rendeznie kell a számlát Istennel, mindenkinek, kivétel nélkül. Volt egy vállalkozásom, dolgozott benne 50 vagy 60 ember átlagosan. Voltak céges autók, amiket nyilván hitelek voltak, meg gazdasági válság, az ingatlanon hitel volt. Tehát ezeket úgy mind elúszott. De nem baj. Abszolút nem bánom. Sokkal szabadabbnak, boldogabbnak érzem magam ma itt bent, a börtönben. És nem a körülmények. Tehát körülmények ma már nincsenek rám hatásra. Tehát az a belső szabadságom van, ahol a körülmények már nem számítanak. Mert az számít, hogy Krisztus velem van, és hogy ő mit gondol, és mit mond rólam. És mit akar velem, mit kezd velem, az számít, az összes többi nem érdekes. Miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban. Isten gyerekkorom óta jelen volt az életemben, egy vallásos családban nevelkedtem, de vallásos életet éltem. Tehát elmentem templomban, meghallgattam az igét, aztán mentem a saját fejem után. Mégsem volt élő kapcsolatom Jézus Krisztussal, tehát napi élő kapcsolatom nem volt. Az életemben az áttörést, a teljes áttörést, azt az első fokú ítélet adta meg. Akkor tértem meg. Ért egy olyan isteni érintés karácsony előtt néhány nappal, hogy egy 27 négyzetméteres lakásban laktam akkor, már mindent elvesztettem addigra. Lerogytam a térdre. Térre rogytam. Szabályosan a lakásba térre rogytam a fájdalomtól. Szokogtam. Olyan mondatokra emlékszem, hogy menj ki ebből, mert kietlen sivatag lett az életem. Egy zöld fűszál nincs az életemben, amiben nem látnám a bűnömet. És akkor Isten felemelt, kiemelt ebből. Az egy csodálatos élmény volt. Pont karácsonykor le is írtam, akkor az volt addig életem legboldogabb karácsonya. Nem számított a 6 éves börtönbüntetésem, hogy egyedül vagyok otthon egy 27 négyzetméteres rabeti lakásban. Nincs velem a feleségem, a gyerekem, nem látom azt, nem számított semmi. Semmi. Akkor azt mondták volna, hogy engem most bitófára vagy gionthegyre visznek. Úgy tudtam volna igent mondani, olyan belső örömöm, békességem volt, mint hogyha meghívtál volna fagyizni. Teljes szabadsága, békességgel jöttem be a börtönben már, Krisztussal a szívemben. És megtapasztaltam a börtönben azt a belső szabadságot, amit kint előtte soha, amikor megvolt mindenem. És csodálatos élmény megélni azt, amikor az Úr így használni tud. És innentől már nem az a kérdés, hogy mi volt a feladat, vagy milyen a helyzet, hanem az, hogy kinek vagy a munkatársa, kivel tudsz együtt lenni, kit tudsz szolgálni, és ez a lényeg. Hogy olyanná tudsz válni a számára, mint a villanyvezetékben a drót. Az áramot ugyan nem látod, viszont a drót nélkül nem gyullad fel az izzó. Elém tette ezt a kérdést a Jóisten, hogy ha most állnál bíróság előtt, és megúszhatnád az ügyet, felfüggesztettel, vagy ezt a mostanit, és könnyek között ki tudtam mondani, hogy ezt. Mert világosan láttam azt, hogy elmentem volna az élő isteni kapcsolat mellett.